szeretettel köszöntöm önöket a Kaligra kiadó mai bemutató előadó szerzővel, Takács Gittal, Meleg század című könyvéről beszélgetünk, és szándékosan nem beszélünk ennyit, hogy nem beszéljük meg, hogy a könyvet felmondjuk. Inkább az érdekel, de hogy tulajdonképpen miért vágott tele a témába, hiszen ugye az alcím ez nagyon tudós cím, de ez nevetlentő vissza senkit. Ugye adalékok a homoszexualitás 20. századi Magyarország társadalmi történetéhez. A Meleg század nyilván felkeltődik, és azok az embereket érdekel az dolgok, igen, és a kettőt pontosítja. De egy roppant izgalmas és sokrétű könyv, nyilván egy olyan témáról van szó, és ez a szerző helyett írni, bocsánat ki, és ami kimeríthetetlen. Tehát bizonyos értelme az, hogy arról beszéljük, hogy a magyar társadalom 20. században hogyan viszonyul a kérdéshez, erre nem vállalkozhat még egy nagy monográfia sem. De néhány olyan fontos pontot talált, olyan esettörténeteket, hogy egy erős elméleti keretbe ágyazva az egész értelmezési keretet, ahogyan mondjuk a magyar 20. században beszéltek róla, gondolkodtak, viszonyultak a társadalomban, sok rétűen tudja megvilágítani, és nem marad doktrinát. Mert az esettörténetek, az egyedi történetek mindig összetettetek, mint az elméletek bizonyos applikációi. Azt kérdezem először, hogy ezt a morális megközelítést, ahogyan viszonyultak a homoszexualitások Magyarországon, miért kaptak kevésnek, és mi volt a célod azzal, hogy több ezt a nyelvi fordulatot ebben a beszélben végrehajtsd? Igazándiból először is köszöntök mindenkit, nagyon kedvesek, hogy eljöttek, hogy eljöttetek, és nagy örömet okoz ez nekem. A könyvvel együtt, amit szerintem ilyen kis busztusos könyv lett, és nekem nagyon tetszik. És egyébként, amikor emlékszem, én ugye azt a címet akartam adni neki, az alcímet, ez az adalékok a homoszexualitás 20. századi magyarországi társadalomtörténet, és Sándor között, hogy ez nagyon unalmas cím, pedig azt mondtam, hogy ez a pontos, de ehhez akkor egyszer csak így lett ez a more catchy cím, ami hát jobban, ez állítólag jobban felkelti az érdeklődést, de az tény, hogy ez a nyelvileg ez jól leírja, tehát a századot, hiszen azt nem sokan tudjuk talán, de vagy én nekem legalábbis meglepetés volt, hogy például meleg, az egy női, tehát meleg nő jelentésben jelent meg a század elején. Nyelvészek előtt ez nem egy teljesen ismeretlen dolog, de miután én nem nyelvész vagyok, ezért számomra ez egy ilyen teljesen új dolog volt, és aztán a 1990-es években ugye tűnt fel ismét a meleg szó, ami emlék a néhányan, akik itt vannak, arra, azok még konkrétan emlékeznek is arra, hogy hogyan okozott ez a szó fennakadásokat, többek között a szivárvány társulásnak a bejegyzése során. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy valóban ez a meleg kifejezés, ez jól átfogja ezt a századot, tehát a 20. századot, a század elején 1908 körül, arról van az első emlékünk, amikor a meleg nő kifejezés megjelenik, és a 90-es években pedig, amikor a meleg szó már mint egy ilyen politikai aktivizmushoz kötődve nyer különleges jelentősége. Úgyhogy igazándiból azt hiszem, hogy amikor 20. századi társadalomtörténetről beszélünk, tehát a homoszexualitás kapcsán, akkor van egy elég egyszerű fonal, amit lehet követni, és ez a kriminalizáció, ami ugye 1961-ig tartott az általános kriminalizációja a homoszexuális cselekményeknek. Ami nagyon érdekes Magyarországon az, hogy ugye 1878-ban született meg az első magyar olyan büntetőtörvény, amiben ezt a homoszexuális cselekményeket szankcionálják, tehát nem a erőszakon alapuló, hanem a kölcsönös beleegyezésen alapuló felnőttek között zajló homoszexuális kapcsolatokról beszélek. Ami nagyon érdekessé teszi a dolgot, hogy már a 19. században is ez különbség volt az osztrák és a magyar büntetőtörvény között. Az osztrák büntetőtörvényben a nők és a férfiak közötti homoszexuális cselekményeket egyaránt szankcionálták, míg Magyarországon ez lehet, hogy a magyar függetlenségnek az egyik jele volt, hogy legyen más, mint az osztrák büntetőtörvény. Magyarországon csak a férfiak közötti kapcsolatokat szankcionálták. És ugye ez tartott 1961-ig, 1961-ben az államszocialista büntetőtörvény volt, amelyik ezt megváltoztatta. Most már azt is tudjuk, pont
a társadalom történeti kutatásaink alapján, amit egyébként az OTKÁR-nak az egyik kutatási támogatásával végeztünk, egy kutatócsoportban Pétó Tamás nagyszerű kollégámmal és Csiszár Gábor szintén nagyszerű kollégámmal együtt, és hát sok levéltáros történész kollégánk segített egyébként még. Tehát ennek a kutatásnak a kapcsán az egyik nagy felfedezésünk az volt, amikor ezt egyébként Tamás, aki itt ül, ott a harmadik sorban. Tehát a Tamás találta meg azt a levéltárban, még pedig akkor még látogatható volt, illetve kutatható volt a Hess András téri kutatóterme a Magyar Nemzeti Levéltárnak, ahol a 45 utáni dokumentumokat őrzik, és itt megtalált a szerencsés kezével a Tamás egy 1958-as iratkupacot, amiből kiderült ennek az 1961-es dekriminalizációnak a háttere, és az is kiderült, hogy 1958-ban az úgynevezett ideg és elme bizottságot hívták össze, ami ugye nyilvánvalóan ideggyógyászokból, neurológusokból, pszichiáterekből áll, és ők hozták meg azt a hát ilyen konszenzuális döntést, hogy most már jól lenne gondolkozni, 1950-es évek végén vagyunk, ami szerintem számomra elég meglepő egyébként, hogy akkor ilyesmivel foglalkoztak. Jó lenne erről a kérdéskörről, tehát ezzel valamit csinálni. És ami nagyon érdekes volt, hogy ezekből a iratokból az is kiderül, hogy nagy valószínűséggel egy homoszexuális férfi volt az, aki egy beadványt intézett ehhez a grémiumhoz, lehet, hogy a párthoz, az nem derült ki, mert maga a beadványt nem találtuk meg, csak rá utalásokat, hogy ennek kapcsán kezdték el foglalkozni egyáltalán a büntető törvénykönyvnek ennek a passzusnak a felülvizsgálatával, és a pszichiáterek ugye ennek neki álltak ezt felülvizsgálni, és valóban 3 év múlva bevezették Magyarországon ezt az általános dekriminalizációt a férfiak körében. És ami érdekes, az, hogy ez volt az év, ugye ez 61-ben született meg a törvény, de 62 nyarától lépett érvénybe, és ugye ez volt az a törvény, ami viszont Magyarországon kriminalizálta a nők közötti homoszexuális cselekményeket. Ugye itt a más beleegyezési korhatárt határoztak meg a heteroszexuális és a homoszexuális kapcsolatok között, és ebben a viszonylatban viszont már a nőket is ugyanúgy, tehát a nemi egyenlőség védelmében ugye megteremtették az egyenlő bánásmódot a férfiak és nők között ebben a tekintetben is, tehát aki 20 éven alatti partnerre létesített homoszexuális kapcsolatot, az bizony a nők között is, illetve 1961 után, tehát 62 nyarától már őket is érintette ez a törvény, ha bár ezt hozzá kell tennem, hogy mi nem találtunk olyan aktát, olyan bírósági esetet, amiben ez a 61 utáni a nőket érintette volna, hogy csak ez érintette volna a nőket. Tehát ez egy érdekes dolog. És ez a törvény, aminek a hátterében nagyon érdekes vitákat és dokumentumokat olvashatunk a könyvben, ez milyennek minősíthető a korszakban ez? Előremutató volt-e, vagy inkább a szocializmusnak ezt a doktrinál változatát képviselte? Ez érdekes volt, hogy most éppen 2 héttel ezelőtt volt Belfastban egy nagyszabású konferencia, az az Európai Társadalomtudomány Történeti Konferenciának hívják, és itt volt egy olyan szekció, amiben többek között ez a kérdéskör is előkerült, hogy ez hogy alakult itt a különösen az államszocialista táborban. Ez nagyon érdekes, hogy 1961-ben nem csak Magyarországon dekriminalizálták a homoszexuális cselekmény, a kölcsönös beleegyezésen alapuló felnőttek között zajló, szóval ezt hagyni tegyem mindig hozzá, de erről beszélek, mert nyilvánvalóan bármilyen erőszakos cselekmény az egy másik kategória, és tehát kiderült, hát ezt nyilván szoktuk eddig is, hogy
1961-ben a csehszlovák törvényből is kikerült ez a általános penalizáció, és azt látjuk például meglepő módon, például az államszocialista táborban például Lengyelország volt az, ahol már a 30-as években már dekriminalizálódik ez a kérdéskör, ami ugye mai szemben nézve ez egy ilyen meglepő dolog, hogy mennyire úttörő módon jártak itt el, hogy úgy mondjam. És tehát ha azt mondjuk, hogy a csehszlovákokkal együtt, ugye a cseheknél, amikor csehszlovákról beszélünk, akkor elsősorban itt a cseh szexológiai iskolának, ami már 20-as évektől Prágában ott egy nagyon komoly szexológiai kutatóközpont kezdett el működni, és ez lányomta a bélyegét, hát ilyen pozitív szempontból, legalább egy pozitív módon azt gondolom, az ilyen kérdéskörök közül a hozzáálláshoz. Tehát ilyen szempontból ez véletlen, hogy pont ugyanabban az évben történt meg a két szomszédos országban, de úgy tűnik, hogy tehát mi voltunk így a lengyelek után, de ugye 30 évvel korábban ez valahogy a lengyeleknél ez így alakult, és utána pedig együtt a csehszlovákokkal nálunk is megtörtént ez, majd a többi államszocialista országban ez jóval később, tehát mondjuk az érdekes például a jugoszláv tagköztársaságban is csak a 70-es évek, 1977-ben, akkor is csak egy részükbe, tehát ott Horvátország, ami mai, tehát Horvátország, Vojvodina, és nem is tudom, nem Szlovénia, ők 1977-ben, és hát mondjuk Szerbia, az nem is tudom, az jóval később csatlakozott, hogy úgy mondjam. Úgyhogy, tehát igazából azt hiszem, hogy így a 60-as években mi nagyon, tehát így a úttörők voltunk így együtt a csehekkel, vagy a csehszlovákokkal, akkor ez még így volt. Úgyhogy igazándiból ez nem annyira, tehát akkoriban szerintem így ilyen, nem tudom, így haladó erőként lehetett ránk nézni. Kicsit előre szaltunk a könyvbe, de a könyv ugye nagyon rétegesen vizsgál, és nagyon jó esettanulmányokkal, például az eslapokon keresztül a 20-as, 30-as éveken. Azt szeretném, hogy kérdezni tőle, a magyar mondjuk ezt a meleg századot tekintve a kizárásnak és a stigmatizációnak, a homoszexualitásnak a ilyen nem csak kriminális, hanem a vallási, vagy erkölcsi megkülönböztetés. Tehát hogy, és ilyenfajta kizáró rendszerek, ilyen új értelemben működtek? Hát, ez nagyon érdekes volt, hogy amikor tehát csináltuk ezt a média reprezentációs elemzést, ami az estlapokat választottuk, ezt Csiszár Gábor irodalomtörténész kollégámmal végeztük ezt a kutatási részt. Az estlapok azok 1910-ben, tehát az Est című napilap 1910-ben kezdték el a publikációt áprilisban, és 1939-ig mentek, tehát addig adták ki, és igazándiból az volt nagyon érdekes, hogy itt ha megnéztük, hogy nagyon tehát elég gyakran írtak nyilván, tehát a homoszexualitás és egyáltalán bármilyen szexualitásra kapcsolatos témakör, ez ugye egy jól eladhatóvá teszi a lapot, ezt sokan ki is használják, hát máig ugye ez egy nagyon jól, sikamlós témák, amikkel sokan foglalkoznak. A közösség nagyobb része tisztában van, hogy ez azért inkább egy bulvár jelen, de nem mai értelme. Tehát egy kicsit kontextualizáljuk, tehát az Est az valójában egy bulvárlap volt, de olyan értelemben, ami tehát a hozzáférhetősége szempontjából nagyon nagy példányszám, ez volt a legnagyobb példányszámú napilap ebben az időszakban, tehát ez 1910 és 30-as évek vége közötti időszakban, de a mai bulvárral szemben itt például olyan szerzők voltak, mint Móricz vagy Karinti, és hát rendes újságírók írtak, tehát ezek ilyen megírt micsodák voltak, ha bár ebben is azért találunk nyilván ilyen nagyon, szaftosabb dolgokat néha, de nem ez volt a jellemző. Tehát igazándiból, hát meg ők voltak azok, akik először elkezdtek sporthíreket, időjárás jelentést és társaikat, meg ők csináltak itt, talán pont itt az Andrássy úton volt, vagy igen, talán
nagyon figyeltek például arra, hogy milyen betűtípust használnak, hogy milyen, hogy mondjam, a megjelenése, tehát a külső megjelenése is alapnak, és szerintem ez tehát egy nagyon modern, ilyen sok mindent átfogó, átadó lap volt. És hát azt vártuk, vagy hát azt gondoltuk, hát ilyen különböző média reprezentációs elméletek alapján, hogy nyilván ahogy bemutat egy ilyen nagy példányszámú, hát nagyon népszerű lap egy témakört, az valamilyen módon hát visszajelzi azt, hogy a társadalom hogyan vélekedik erről. Tehát nyilván ez vissza is jelzi, meg gerjeszti is ezeket tehát adja is ezeket a reprezentációkat, és amire jutottunk, az az volt, és itt ebben a szempontból nem csak a homoszexualitással foglalkoztunk, hanem általában nemi szerepektől való eltéréssel. Tehát ilyen szempontból például az átöltözők, tehát aki például már abban a 30-as évektől megjelennek, azok, akik férfinek születnek, de nőként érzik magukat, és ilyen szempontból megpróbálnak lépéseket is tenni annak érdekében, hogy a közösségük is így lássa őket. Ilyen sportolók, akkor kezdődtek el azok az ügyek, amikor valaki elindult egy erősen férfias kinézetű hölgy, elindult valamilyen komoly sportversenyen, megnyerte, és utána egy-két év múlva megjelent, tehát egy következő verseny, mint férfi sportoló indult. És tehát ez volt az az időszak, amikor elkezdtem, akkor felmerült például a szexvizsgálatoknak a fontosság. Ugye manapság ez már nem csak dopingot néznek, hanem azt is, hogy mondjuk a dopingszereknek is ugye nyilván a hormonok azért fontos részei. Tehát ez volt a hormonoknak, a hormongyógyászatnak az egyik tehát az első nagy megjelenése, amikor már populáris témának is számított ez, ha lehet így mondani. Ez nagyon érdekes például, hogy Karinti is hogyan ír erről, hogy ma már mindenki, ha nőnek érzi magát, akkor bevesz egy pirulát, és onnantól ő nőnek érezheti magát. És az, amiért ezt fontosnak gondoltuk, mert egyáltalán a szexualitással kapcsolatban a nemi szerepeknek a megítélése, a társadalmi megítélése, és hát egyáltalán a közösségen belüli megítélése az nagyon azt gondolt, hogy meghatározza tehát egyáltalán a homoszexualitással és a szexualitással kapcsolatos nem tudom, hozzáállást is, ha lehet ezt úgy mondani. És valóban azt találtuk, hogy ezekre a témakörökről nagyon sok, tehát nagyon sok cikk foglalkozik ezzel, és a homoszexualitással kapcsolatban is több mint 100 ilyen média reprezentációt találtunk, és amit el tudunk mondani, vagy ami elmondható az, hogy ez alapvetően nem egy elítélő nem tudom, megközelítés. Tehát nem egy ilyen teljesen lesújtó, tehát teljesen negatív dolog, vagy legalábbis nem lesújtó, vagy nem negatívabb, mint sok más témának, ami eladhatóvá tesz mondjuk egy lapot. Úgyhogy ez ilyen szempontból ez egy ilyen hát egy érdekes eredmény volt. Tehát ezt várta az ember, azt gondolom, de mindenképpen ez... És hogyha összeveted ugye ezt a korszakot, a Kádár korszakot, ez prüder, elnyomó, kizáró volt, de már az előbb beszéltől a törvényből, tehát társadalmi beállítódás, a társadalmi elfogadottsága a homoszexualitásban. Milyen módon változott a diktatúrában? Hiszen mondjuk Nádas Péternek a hatalmású regényei pont ezt a kettős, a politikai hatalom és a testi identitás elnyomásának tanúsítását töri föl. Igen, ez ugye az a nehézség a Kádár korszakban, illetve a Rákosi, igen, inkább a Rákosi korszakban, de ez azért valamennyire a Kádár korszakra is rányomja a bélyegét, hogy sokkal kevesebb a média reprezentáció, szóval sokkal színtelenebb az egész. Tehát amennyire mondjuk a 10 és 39 között azt érzékeltük, hogy tényleg egy nagyon sokfajta kontextus, tarka-barka, többféle ilyen, mint egy ilyen puzzle-ból összeáll valami kép, amit a közelebb megyünk, mást látunk, egy kicsit távolabb akkor is. Ez sokkal kevésbé érzékelhető
az 50-es, 60-as években. Azt is hozzá kell tenni, hogy igazán volt, tehát ott ilyen szisztematikus média reprezentáció vizsgálatot nem végeztünk, de egyes témákra így néha ráközelítettünk, és annak kapcsán próbáltunk hát ilyen, nem tudom, inkább ilyen mély fúrásokat végezni, ha lehet ezt mondani. Itt mondjuk azt láttuk például, amikor egy-egy bűnpernek a média reprezentációt megvizsgáltuk, hogy hát ez egy teljesen irányított média volt, és hát egy nagyon, és oly módon irányított volt, hogy emlékszünk egy 1960-as év, 1960-ban történt bűnperben, az a kiről írok is az egyik fejezetben, a nyilas múltú pap esetéről, ahonnan a katolikus szemle és a munkásőr lapok azok nagyjából hát ilyen elég hasonló, hogy mondjam, távolságtartással próbálnak így visszanyúlni a kérdéshez, tehát ez ilyen ki van radírozva igazándiból. Tehát ez egy egészen más kontextus, és sokkal inkább, én úgy érzem, hogy sokkal prűdebb, így legalábbis a reprezentáció, a média reprezentáció szintjén. Egyáltalán azért fontos, nem csak egy prűdebb, hogy a nyilvános beszédben alig emeli be ezt a témát. És ugye nyilván egy tudósi munkát nehéz ugye jó, vagy arról beszélni, amiről nem ír. De nyilván a kérdésirány formája, hogy ez a 89 után, vagy a jelenünkben ez hogyan alakult. Tehát, és nyilván a könyv az élet a tudományos keretek között, de a gondolkodás módja az nyilván arra irány, hogy egy emancipatív folyamat, amiben változások történtek. Ezt hogy látod, mennyire ellentmondásosnak megváltozott-e mondjuk a 10-es, 30-as évek és a 50-es, 60-as vagy a szocializmus alatti beszédrend a homoszexualitásról, a rendszerváltás után? Igazándiból, tehát én amit látok, az hogy a rendszerváltás után sokkal sokrétűbbé vált. Tehát többfajta diskurzus jelenhetett meg, nem volt egy ilyen kényszer rendezett a téma, ha lehet ezt így mondani. Viszont ugye az is igaz, hogy ugye a szabad véleménynyilvánítással olyan esetleg hát különböző tehát ilyen extrémnek tűnő vélemények is teret kaphatnak, akár pro, akár kontra, ami korábban ugye nem volt egyáltalán jellemző. Ami, tehát ugye a rendszerváltás utáni, nem tudom, dolgokkal már nem nagyon foglalkoztunk, tehát csak annyiban, mennyiben visszautalhattunk valamire, aminek a kutatásunk során, ugye a kutatásnak az volt a címe, hogy a homoszexualitás magyarországi társadalom történt az 1990 előtti Magyarországon, és éppen azért döntöttünk így, hogy ezt fogjuk használni, tehát erre fogunk fókuszálni, mert azt is gondolom, hogy hiába próbálunk társadalom történeti, akár mikrotörténeti megközelítést alkalmazni, még nagyon közel vagyunk, tehát 1990-es évekhez. Viszont, amit nagyon fontosnak tartok, és ami miatt a kutatásnak egy fontos részét is képezte, tehát amit fontosnak tartok, az az, hogy szólaltassuk meg az érintetteket, és ma még élnek olyan idős emberek, akik azonos nemű partner iránt érzett vonzalmaiknak, akár, tehát vonzalmaikról be tudnak számolni, és akár ilyen kapcsolatokat kialakítottak, és erről hajlandóak is esetleg elmondani bizonyos részleteket, és hogy ez mint egy ilyen oral history-ként akár megfoghatóvá teszi azt a részét a múltnak, tehát az 50-es, 60-as éveknek elsősorban, amiről nincsenek adataink, tehát ami kimaradt. Ezek majdnem ilyen kicsit novellaszerű elbeszélések, és ha megnézzük a kor irodalmát, most ugye az egykori nagyon magas színű irodalomtól akár a populárisabbik, az gyakorlatilag tabusított, tehát ugye, mintha ilyen emberek nem is léteztek volna. Tehát ugye a Nádas nem tette, de az ugye 80-as évek végétől, vagy
ha emlékiratokönyvét nézzük, a megírását tekintünk, a 70-es évektől számítógép, és repül visszafele, de gyakorlatilag nagyon nyoma nincsen a kortárs művészetben arról a történetekről, amit ez a nagyszerű oral history gyűjteményed van, hiszen az emberek hogyan éltek, én először olvastam ilyet magyarul. Ilyen úgy értem, hogy dokumentumszerűen. Igen, igen, és azt azért el kell mondani, hogy itt, ami, tehát ebben az egyik fejezetben foglalkozunk, tehát ami egy olyan cikkre épült, amit meg éppen Pétló Tamás kollégámmal írtunk, tehát ebben igazándiból ebben a tanulmányban, amiben ezekre a interjúkra épül, itt azért úgy szelektáltunk, hogy összetudjuk őket hasonlítani a bűnperekkel, tehát egyes bűnperekkel. Tehát ugye a bűnper az egy nagyon, amiket az ember az archívumokban talál, a levéltári anyagok, azok azért a hatalomnak a szempontjait őrzik. Tehát ugye olyan diskurzusban írják le a történeteket, amik hát eléggé, hogy mondjam, erősen keretezettek bizonyos szempontból, és azt gondoltuk, hogy ez nagyon fontos, hogy ezzel emellé odarakjuk azokat a hangokat, tehát hogy azokat az emberi hangokat is meghallgassuk egy kicsit, akik ezeknek az áldozatai voltak, vagy ezektől szenvedtek, vagy emiatt ugye ez az életüket befolyásolta. Úgyhogy azt, és miután ez egy nagyon szelektált anyag, és nekünk azért elég sok további anyagunk van, az is biztos, hogy ez a kötet, azért is kapta ezt a címet, hogy Adalékok, mert valószínűleg ezt azért remélhetőleg tudjuk még folytatni, és szóval további adalékokat tudunk majd ezekből kiszedegetni. Meg hát igazániból mi akkor még nem tudtuk, hogy a Hessz András téri kutatóterem például az most ilyen hosszasabban zárva lesz, vagy hogy most ilyen nehéz most már tényleg egy csomó anyaghoz hozzáférni, de szerencsére elég szisztematikusan összegyűjtögettünk elég sok anyagot. Például az egy nagyon érdekes kérdés, amiről itt nem írtunk még, hogy az MSZMP-ből is kizártak bizonyos viselkedések miatt embereket, és ezt ilyen hosszan ecsetelték, hogy ki mit csinál. Itt nem csak homoszexualitás miatt zártak ki embereket, tehát feleségveréstől és egyéb immorális viselkedés típusok még felmerültek, de szóval például ilyen anyagaink is vannak, illetve hát mondom, az interjúinkat is még elég szelektíven dolgoztuk csak föl, és hát rengeteg bűn peres irat van, ami még feldolgozásra vár, úgyhogy azt gondolom, hogy itt lesznek még további adalékok. Ezt akartam kérdezni, ami megint csak ugye egy kicsit túlvezet, de ezt a szót kevésbé használom, ezt a látás homofóbia, homofóbia jelenléte, a homoszexualitás megkülönböztetés, egy érzületi vagy attitűdben változik. Azt mondtad, hogy 89 ugye felszabadult és sokrétűbb lett a beszéd, de mintha ennek mellékterméke volt, lenne az is, hogy tulajdonképpen a homofóbia azért a nyilvános beszédben, ha talán kevéssé is, de jelen van a mindennapi érintkezésben, meg sokkal erőteljesebben. Igen, azt gondolom, tehát nagyon nehéz összehasonlítani a rendszerváltás előtti társadalmi attitűdöket, a rendszerváltás utániakkal. Ugye főleg azért itt ül egy másik nagyon kedves kollégám, Szalma Ivett, akivel viszont éppen a homofóbiával kapcsolatos attitűdökkel foglalkoztunk más tanulmányainkban, és azért azt látjuk, hogy ott is például a kérdésfeltevés nagyon meg, ezt azért nyilván empirikus kutatóknak ez egy ismerős élménye, hogy amikor valamilyen előre gyártott változókkal dolgozunk, akkor az a kérdésfeltevés milyenség az nagyon megszabja azt, hogy milyen válaszok várhatók. Most azért a rendszerváltás előtt is volt egy-két felmérés, amin hát ilyen mai szemünkkel, nagyon, vagy fülünkkel nagyon furcsa dolgokat kérdeztek. Szóval van az egyik kedvencem, ami nem is a rendszerváltás után is túlélt, ugye mert szeretik a kutatók a longitudinális összehasonlításokat, tehát ha egyszer valamit lekérdeztem, ami azt jelenti, hogy hát ami hosszabbsan, tehát amit egyszer lekérdeztem 1980-ban, arról vannak adataim. Ja. Akkor ugyanezt a kérdést kell föltenem 1990-ben is, mert akkor összehasonlítható. Mert hogyha 90-ben már egy kicsit más kérdést teszek fel, mert szerintem hülyeség volt, amit 80-ban kérdeztek, akkor nem tudom összehasonlítani, mert azt mondják, hogy hát persze, hát másképpen hangzik, hát másra. Tehát ez a csapdája, ugye ezeknek a hosszú távú összehasonlító kérdéseknek.
Viszont hát tényleg mondjuk voltak ilyenek, amiket nem tudom, Ivettel így vizsgáltunk, például ez a ön szerint igazolható-e, mennyire igazolható a homoszexualitás. Tehát ez a, angolul ez a justification of homosexuality, hát ez egy olyan kérdés, amit nem tudom, tehát ezt majd nyelvészekkel, vagy nem tudom, meg lehet kérdezni, hogy ez vajon mit jelent ez a kérdés. Na most ez viszont nyilván, miután ezek kvantitatív adatgyűjtések, ilyenre pont nincs idő általában, hogy megkérdezzük, hogy kedves uram, mit ért ez alatt, hanem csak ott van egy x-elési lehetőség, hogy igen, egyetértek, nem igazolható, de nem, mégis igazolható, mit mondtam ezzel. Szóval ezek nagyon, tehát ez egy másik kérdés. Csak azt mondom, hogy tehát ez nagyon nehéz állításokat megfogalmazni arról, hogy a mai ma rendelkezésre álló adataink alapján és az akkori sokkal kisebb adatmennyiség alapján ez nem, tehát nagyon nehéz az összehasonlíthatóság, de talán azt lehet mondani, hogy most így explicitebbé vált bizonyos szempontból bizonyos rétegeknek a homofóbiája, mint akkor lehet, hogy túlság, tehát ez ilyen homogenizált homofóbia volt, ma pedig egy heterogénebb homofóbiáról beszélhetünk, ha egyáltalán it makes sense at all. Úgyhogy tehát ez egy ilyen, tehát más a helyzet, ez egész biztos, az is biztos, hogy én azt gondolom legalábbis, hogy mondjuk se a Rákosi korszakban az intézményes homofóbia az egy olyan része volt a rendszernek, amit nem is regisztráltak. Szóval annyira természetesen használták azt, hogy az, hogyha valaki homoszexuális, akkor ő zsarolható, és akkor mondjuk ennek olyan nyomaival találkoztunk, mint álmbiztonsági szolgáltató töltheti levéltárában a beszervezhetőségnek az esélye megnő ezáltal, de hát nem csak a homoszexuális alapján lehetett beszervezni embereket, hanem egyéb szexuális és morális gyengeségek alapján, ha lehet ezt így mondani. Úgyhogy ez így nyilvánult meg akkoriban a rendszer szintű homofóbia, vagy intézményesített homofóbia, ami nyilván a büntető törvény nagyon jól így visszatükrözött, és hát a rendszerváltás után viszont azt gondolom, hogy ez a fajta rendszerbe kódolt homofóbiát, ezt lassan ezt kiirtották. Hát ugye ezt tudjuk, hogy az Európai Unióba való csatlakozásunknak ez volt az egyik hogy mondjam, záloga, hogy megszabadulunk. Egyébként tegyük hozzá Ausztriával együtt, szóval nehogy azt gondoljuk, hogy itt csak mi a magyarok, tehát így a szenvedtünk ettől. Úgyhogy igazándiból szóval másképpen vagyunk homofóbok talán, így, és hogy a politikai felhasználhatósága is más a homofóbiának, mint nem tudom, az 50-es években mondjuk, de ezzel gondolom nem árultam el túl nagy, tehát ez nem volt nagyon meglepő. Ez, amit most értettem meg Juditnak, az a kötetnek egy nagy erénye, hogy ezeket a nagy univerzalisztikus vagy homogén válaszokat bontja fel ez az archeológiai szemlélete. Ugye az a fölépítése, hogy konkrétan bizonyos dolgokat analitikusan néz, az lebontja azokat a nagyon kézeltek és egynemű dolgokhoz, hogy ez a korszak ilyen volt, olyan volt, mert csomó dolgot, mivel látás történetekről van szó, vagy a nyilvános beszédben nem emelt, és főleg analitikusan, tudósként nem vizsgált, hajlamosak vagyunk így meg úgy ítéletet mondani, akár melyik korszakról, és tulajdonképpen nagyon meglepő, mert amit az előbb mondtál, hogy például a beszervezések kapcsán az a történet is, amikor Tarr Sándor, meg ez a beszervezés történet, személyesen is jobban ismertem. Azt hiszem, hogy talán ezt, amiben őt megzsarolták, jobban szégyelte, mint magát, azt, amit elkövetett, mert mindenféle dolgokat mondott. De igazából ugye Kennedy Jánosról is szólt, hogy írja meg, de azt hiszem, mert a magánéletét valószínűleg ez befolyásolta, ezért inkább eltagadni igyekezett, és ez a szégyen erőteljesebb volt nála, mint a besugási történet körötti szégyen. Igen, én azt gondolom, hogy sokakat, tehát amikor ugye azt kérdezték tőle, hogy többször különösen külföldi konferenciákon, amikor beszámolunk, most Belfastban is nem kérdezték ezt, hogy na és akkor 61 után, amikor eltörölték ezt a konszenzuális felnőttek között zajló homoszexuális cselekményeknek a általános penalizálását, akkor ezek után így felszabadult valami, vagy így nem tudom, valami így egyszerűbb lett az élet, és azt gondolom, hogy nem feltétlenül, hiszen pont ez a szégyen megmaradt, tehát attól, hogy a jog
jogi diszkrimináció az csökken, a társadalmi diszkrimináció nem feltétlenül csökken, és a, sőt, hát ebben az esetben mondjuk, ha azt látjuk, de Takács Máriának a dokumentumfilmjei azt mutatják, hogy akik ugye Mari tapasztaltabb leszbikusokat, tehát akik már több mindent, tehát a több évtizedet megtapasztaltak leszbikusként, mondjuk így, akkor hát arról számoltak be, hogy hát azért nem volt még akár a 80-as években sem egyszerű az élet, és ugye ezt láttuk a legutóbbi filmjében is, a Meleg férfiak, hideg diktatúrák című dokumentumfilmben, és hát a nőkhoz szól, az pedig az elbukott évek volt. Úgyhogy tehát azért ezek azért arról azt mutatják meg, szerintem eléggé kézzelfogható módon, hogy valóban tehát ez a fajta szégyen faktor, ami nagyon meghatározza az embereknek a mozgás terét. Ami egyébként szerintem néha ez lehet, hogy jobban is ki van vetítve, mint amit amilyen nehézségi fokúnak látszik ez realisztikusan, de hát ez nyilván, amilyennek az ember ezt érzi, az olyan. Tehát mi nem mondhatjuk meg egy másiknak, hogy ettől ne aggódjon annyira. És az a fajta frusztráció, amit az előbb említett, Ausztria és Magyarország viszonylatában több példaként is. Az európai, mondjuk így elfogadottság van Magyarország, ebben a szégyenpadon ül, vagy ebben változás, vagy nagyon hasonló történetek közben szélek Európa ebben a kérdésben, vagy kérdéskörben. Hát Magyarországról azt látjuk, pont mondom, amit Szalma Ivette kutattunk, az ugye azt mutatja, hogy az utóbbi évtizedekben a melegek és leszbikusok elfogadottsága, az társadalmi elfogadottság az növekszik, csak ez nem biztos, hogy ezt azért így érezzük a mindennapjainkban. És nyilván ezek tehát politikailag nagyon jól felhasználható témák. Ugye a homofóbia az egy olyan téma, ami baromi olcsó, hogy úgy mondjam, tehát nem kell hozzá sok pénz, és nagyon népszerűvé lehet válni egyes helyeken ezzel. Tehát ez nyilván összefügg egy csomó más kérdéskörrel is. Az is igaz, hogy azért az kiírja magát a nyilvánosságból. Hát igen, azt gondolom én is, csak van, aki mégsem ezt gondolja. Yeah. Hát, és igazániból ugye azt látjuk, hogy Magyarországnál vannak sokkal homofóbabb helyek Európában, illetve... De inkább keletebbre. Igen, inkább keletebbre, ez így van. Tehát itt a Közép-Kelet-Európában azért igen, tehát nem vagyunk nagyon vezetők az elfogadásban, de ez azt gondolom nem csak, hogy ezt tudjuk, hogy szociálpszichológiailag ez egy csomag része, tehát a homofóbia, a xenofóbia, a rasszizmus és ugye a szexizmus az általában egy csomagnak a részei, tehát ezt cipeljük itt néhány országban. Nyilván az is hiúságban a gondolom, hogy ettől megszabadulunk. Tehát valaha is leszek ezek a traumáknak, a dolgoknak egy olyan majd megoldások, előítéletmentesek leszünk, hanem visszaírják magukat a történetek nagyon sokféle módon, nyilván nem úgy, ahogy megtörténtek, de ismét és ismét ugye van. És ugye azt akarom ezzel kérdezni, hogy nyilván ez a kutatási projekt befejeződött, de a témát, vagy ezt a kutatást nem fejezte, de milyen irányokba tájékozott, vagy mi az, ami foglalkoztat, és nyilván későbbiek során ezt hasonló módon dokumentálni, vagy megírni szeretné. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ezeket, amit összeraktunk anyagokat, azokat feldolgozzuk a továbbiakban, és tehát szeretném folytatni ezt a fajta társadalomtörténeti feldolgozást, és amellett pedig nyilván, tehát szociológusként, mert ez inkább a társadalomtörténeti, történészi megközelítés, és szociológusként pedig nagyon érdekelnek a mai, tehát olyan mai témák, például a családfogalomnak a kitágulása, vagy egyáltalán vagy beszűkülése, attól függ, mert szociálpolitikailag olyan beszűkülést látom a mindennapokban, meg a tágulást, úgyhogy, és ez így néha nem jön össze, úgyhogy vagy nem, más valóságokban élnek néha, úgy érzem, a politikusok, mint a mindennapi emberek, tehát ez szerintem egy elég olyan fontos téma, amivel sokat, hát így, és ennek csak egy része, mondjuk mondom, tehát így a családpolitika, vagy egyáltalán a családi alakulatok kérdése, úgyhogy
Hát igen, azt mondom, hogy itt van rengeteg jó téma van még, úgyhogy szerintem itt tudunk még majd tovább haladni. Végezetül egy személyes kérdést tennék, vagy nem annyira személyes, de ugye az embernek az bizonyos dolog, amit kutat is, megváltozik a nézete. Más gondolt 10 évvel vagy 20 évvel azelőtt ugyanarról a tárgyról, mint de neked változott-e a felfogásod ebben, és vagy mit adott hozzá ilyen a kutatásod? Hogy az ember ugye másképp láttam, mondjuk, amikor neki vágott, vagy korábban között témában kezdték foglalkozni. Igen, ez biztos, amikor én, ugye ezt néhányan itt tudják, hogy én valójában Amsterdamból kezdtem ezzel a témával foglalkozni, és akkor ilyen nagyon elfogult voltam, nagyon pozitívan voltam elfogult. Azt gondoltam, hogy hát mindegy, hogy mit gondoltam, de a lényeg, hogy most már nem azt gondolom, tehát azt hiszem, hogy... Ez egy jó, de ez, szerintem már nem úgy, hogy ezt most mondd el, de mindenkinek változik a felfogása, nem? Most... Persze, csak ez azt gondolom, hogy ez az, tehát ez egy kicsit olyan, mint az ember egy, tehát nem tudom, ilyen, én akkor úgy éreztem, hogy egy ilyen elnyomott társadalmi csoportnak a tagjával foglalkozom, és ez ad nekik egy olyan extra kvalitást, tehát az, amikor az emberek sérülékeny és bántják őket, az attól nagyon, tehát közelebb tudunk hozzájuk kerülni talán, tehát hogy együtt tudunk velük nem csak együtt érezni, hanem tenni együtt valamit. És azt gondolom, hogy emiatt egy ilyen pozitív, tehát pozitívabban láttam mondjuk így ezt a társadalmi csoportot, mint amit később amikor megismertem, hogy ez is egy heterogén csoport, tehát hogy itt is vannak olyanok, akik a más kisebbségeket akár elítélik, vagy ellenük tesznek, vagy olyan furcsa politikai alakulatokat támogatnak, amiket az ember nem ért feltétlenül. Szóval igen, tehát az ember ahogy közelebb kerül, tehát minél többet kutat egy témát, annál több részletre lesz figyelmes, és annál inkább nehéz egy-egy mondatban összefoglalni valamit, azt gondolom. Úgyhogy igen, ez a nagyon sokféle meleg van, az biztos. Nagyon jó részben mondott, és nyilván azt gondolom, hogy remélhetőleg még találkozunk valamilyen formában a következő munkáiddal, vagy munkáddal. És sok sikert kívánok, és nagyon köszönöm a figyelmet, és a türelmet, hogy ég hallgatni. Thank you.